Milyen speciális problémákkal szembesülnek az idős hipertóniás betegek gondozásakor, és várható-e ezen a területen valami újdonság, ami segíti a várhatóan egyre növekvő létszámú betegpopuláció ellátását? Igen, ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy ugye Magyarországon is, de az egész világon azt tapasztaljuk, hogy nemhogy csökkenne a hipertónia betegségben szenvedőknek a száma, pedig hát hatalmas fegyvertárral gyógyítanánk, de ez nem egy meggyógyítható betegség, hanem növekszik. Tehát újonnan kialakuló, vagy újonnan megjelenő hipertóniás betegek száma nő, ebből adódóan a halálozás is nő, és ez azért van, mert az életkorral lineárisan, tehát fokozatosan, ahogy nő az életkor, úgy nő a hipertóniás betegek aránya. Tehát egy 70-80 év közötti korosztályban 80%, míg nem egy 30-40 év közöttiben 30% körüli a hipertóniás betegeknek az aránya. Tehát, ahogy idősödik a társadalom, már pedig erről van szó, úgy egyre több hipertóniás beteg is jelenik meg. De már időskorúan, nem fiatal vagy középkorúan. Ebből viszont az származik, hogy a legnehezebben kezelhető hipertónia forma az időskorban alakul ki, amikor a felső érték magas, az alsó érték normális. Tehát ez egy izolált szisztolis hipertóniának nevezett kórkép, amikor is azt mondhatjuk, hogy nem tudjuk megmagyarázni a gyógyszerünknek, hogy aki beveszi, csak a felsőt csökkentse, az alsót ne. Márpedig egy érelmeszesedett, koszorúérbeteg embernél, ha 70 alá csökken a diasztolése, tehát az alsó vérnyomásérték 70 higany milliméter alá, akkor már kockáztatom a koszorúér vérellátását, tehát én magam okozhatok esetleg szívizominfarktust az oxigén hiány miatt, vagy az ellátatlanság miatt, ezért nem szabad csökkenteni. Így a célérték, ami mindenkire vonatkozóan 140/90, okos kompromisszummal koszorúérbeteg, hipertóniás, idős emberekben 150/80 is lehet, ez az, ami változás a korábbiakhoz képest, éppen azért, hogy ezt a jelentős alsó érték csökkentést is ki tudjuk védeni. A másik, hogy az idős hipertóniás betegeknél számos társbetegség van, amire oda kell figyeljünk, pangásos szívelégtelenség, krónikus obstruktív légúti betegség, mozgásszervi betegség, melyre adott gyógyszerek rontják a vérnyomás csökkentők hatékonyságát. Így a nem szteroid gyulladás csökkentők, amik az ízületi panaszokra fájdalomcsillapítóként és gyulladás csökkentőként szednek, azok felfüggesztik egy-egy antihipertenzív szer vérnyomás csökkentő hatását. Ezt figyelembe kell venni, amikor olyan terápiát állítunk be. Ez nagyon nehéz, nem is történik meg, az idősek mindenre gyógyszert kapnak, de az nincs szintetizálva és összerendezve, hogy mikor, melyiket, mire és miért. És ez egy következő kihívás, ma ez az egyik legnagyobb probléma, mert állíthatjuk azt, hogy az idősek 40%-a éppen fel nem ismerten, de gyógyszer mellékhatás miatt kerül kórházba, nem betegség miatt. Hát kérem szépen, az egészségügy terhe is 40%-kal csökkenne, hogyha ezt ki tudnánk védeni, vagy jelentős mértékben csökkenteni tudnánk. Ez egy nagyon nagy probléma, hogy ezzel keveset foglalkozunk. A jövő biztos az, hogy ilyen kérdések előtérbe kell kerüljenek, már csak azért is, mert annyi pénz nincs az egészségügyben, hogy ezt tartósan kibírnánk, ezt a felesleges többletköltséget, nem beszélve a betegről, aki akár bele is halhat egy rossz gyógyszerinterakcióba, kölcsönhatásba.